Látványos programokkal és meg annyi újdonsággal veszi kezdetét a 25. Vízzenevirág Fesztivál június 21-e és 24-e között. A város életében már meghatározó szerepet tölt be az ország legnagyobb családi fesztiválja, amely nem csak a tatai közönséghez szól. Az évek során egyre többen látogatnak városunkba az esemény ideje alatt is. A Vízzenevirág Fesztivál Tatának az egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező, immára 25 esztendős szép rendezvénye. A 80 éves Tata egy 25 éves jubileumi szép fesztivállal ünnepelhet. Az eddigi évek számaiból azt látjuk, hogy közel 100 ezer ember fordul meg a 3 nap alatt a Vízzenevirág Fesztiválon, és a másik érdekes adat pedig az, hogy durván egyharmada tatai ennek a megfordulóknak, tehát ez azt jelenti, hogy 30-35 ezer ember naponta, és annak durván egyharmada tatai, a többiek pedig mind-mind vendégek. A Vízzenevirág Fesztivál 25. alkalommal is tud újdonságokkal szolgálni a még élvezetesebb szórakozás elérése érdekében. Az egyik újdonság az, hogy a Vízzene klasszikot egy másik helyszínen rendezzük, az Old Lake Hotel dísztermében, és 2 Európa hírű zeneművész fog előadni. Ezt ingyenessé tettük, tehát kitártuk a kaput, mindenki részt vett. Természetesen a hely adottságaihoz képest egy előzetes regisztrációra lesz szükség. Kívánok említeni Miklós Erikát, operaénekes hölgyet, aki az egész világon ismert, a világ legnagyobb tenorjaira énekelt együtt, vagy a Klezmer Bandet. Ezek az ilyen típusú és ehhez hasonló előadások lesznek a várszínpadon. A Eszterházi kastélytéren összevonjuk a úgynevezett populáris rock együtteseket, és azt követően pedig az elektroparti arénát helyeztük át erre a helyszínre. Újdonság az, hogy 5 kiállítást is szervezünk a programsorozat keretében. A színvonalas fesztiválon idén is ismert nevek szerepelnek a fellépők között. Többek között Pápai Jóci is felejthetetlen koncertélménnyel készül az eseményre látogatóknak. Azt hiszem, hogy legelőször 2006-ban léptem itt fel. Hát akkor is nagyon nagy dolognak számított, hogy fel tudok lépni ezeken a színpadokon, de hogy azt hiszem, hogy most 6. lépek fel a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, és nagyon-nagyon jól esik, hogy első közökként kötnek be ebbe a fesztiválba. A 25. Vízzenevirág Fesztiválon természetesen idén is elmaradhatatlan helyszín az Öreg Tó, ahol a különböző járműveken kívül hatalmas biliárdgolyókat is láthatunk a tó felszínén. A fesztivál tehát 25. alkalommal is garantálja a felejthetetlen programokat vízen, földön és a levegőben is.